Ferenc pápa eseménydús hétvégét tudhat maga mögött. Március 22-én szombaton több audienciát is tartott és újabb lépést tett a gazdasági tanáccsal kapcsolatban. A Szent Atya szombaton kinevezte Brian Ferm prelátust a gazdasági tanács prelátus titkárává, akinek feladata, hogy segítse a bíboros koordinátort a gazdasági tanácsi feladatok ellátásában, mint például a Szent Szék gazdasági szerveinek igazgatása és pénzügyi tevékenységek. Ferenc pápa rögtönzött beszédben fordult a Korall társulat tagjaihoz, amely 212 helyi rádiót és 69 televíziót tömörít magába Olaszországban. Arra buzdította őket, hogy az igazságot, a jóságot és a szépséget keressék, és óvakodjanak a félretájékoztatástól, a rágalmazástól és a hitelrontástól. A katolikus egyházfő szintén szombaton felállította a kiskorúak védelmének pápai bizottságát. Az új bizottságtól egyebek között azt várja, hogy büntetőjogi eljárást kezdeményezzen a kiskorúak ellen elkövetett cselekmények esetén. Ferenc pápa Nigéria elnökét is fogadta szombaton. A találkozón szóba került a Szent Szék és Nigéria jó kapcsolata, az egyház segítsége az oktatásban és az egészségügyben, valamint a személyi jogok védelme, a vallásszabadság és az erőszak felszámolásának fontossága a térségben.